Ezután létre kell hoznunk egy másik állományt, amely az SQL szerverrel tartja a kapcsolatot. Ezt Project File-nak nevezzük, és az adatbázis eszközök menüelemről fülről érhető el. Meg kell hívnunk az SQL Server funkciót. Egy kis türelmet, mert az én gépem nem a leggyorsabb, mert mindjárt megtörténik. Adatbázis objektumokat tehát be kell zárni, az üzenet tájékoztat erről, hogy addig ez a művelet nem hajtható végre, még a kapcsolati ábra sem lehet nyitva, és akkor új adatbázist vagy létező adatbázist használunk, hát új adatbázist hozunk létre. Azt tudni kell, hogy az SQL szerverben aktuálisan mindig csak egy adatbázis kezelhető, tehát ha ott szeretnénk használni, akkor... Na most az SQL szerver nevét azt a tudnunk kell a rendszergazdától, hogy azt hogy kérdezhetjük le, az a következőképpen történik. Ismernie kell az SQL szervert futtató számítógépen a számítógép nevét. Ez az első, tehát István PC1. Valamint a telepített SQL szerver és futó SQL szerveren már létre van hozva maga az adatbázis, ennek a neve itt most SQL Express. Ha ezeket az adatokat itt most beírom, természetesen fontos a kis nagy betű megkülönböztetés, akkor és utána megbízható kapcsolatot használok, ami azt jelenti, hogy a bejelentkezési azonosító megegyezik a számítógépen lévő Windows fiók bejelentkezési azonosítójával, akkor ő a továbbfejlesztő varázsló kapcsolatot épít ki az SQL szerverrel. És látszik, hogy létrehozza az adatbázist, az összes táblát gyakorlatilag elhelyezi az SQL szerver adatbázisába, és nem csak a táblákat, hanem a megkérdezéseket is, és a kapcsolatokat, a közöttük lévő táblák közöttük lévő kapcsolatokat meg lehet őrizni. Ha ezeket mind-mind beállítom, akkor ezek mind-mind megőrzésre kerülnek. A használtunk triggereket is majd később erről lesz szó, hogy az micsoda. Maradjunk csak egyelőre az alapbeállításnál, és így elkészül a SQL szerveren futó adatbázis.